A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorunkban megnézzük, hogyan zajlott a bolond ballagás városunkban, beszélgetünk az energiaitalok negatív és pozitív hatásairól, valamint ellátogattunk az immár második alkalommal megrendezett gasztromajálisra is. Tartsanak velünk! A változó időjárásra való tekintettel idén rendhagyó módon a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban rendezték meg a bolond ballagást. A végzős osztályok ezúttal is színes műsorokkal kápráztatták el a közönséget és a zsűrit. Ilyen és ehhez hasonló produkciókkal készültek a végzős diákok az idei bolond ballagásra. A helyszínt ezúttal a változékony időjárásra tekintettel a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház biztosította. A jelentkezők ezúttal is kitettek magukért a változatos zenés és alapvetően paródikus produkciókkal. Mi egy tüti táncot fogunk előadni az osztályon. Igazából ezt már párszor előadtuk, olyan sokat nem készültünk rá, de reméljük jó lesz. Miről szól a tánc? Van valami mondani valója, vagy inkább csak a szórakoztatása, a látvány a lényeg? Hát főleg a szórakoztatás, ugye ezt fiúk fogják előadni, ilyen csodás jelmezbe. És igen. Hogy találtátok, mi volt az apropója a műsorotoknak? Az osztályfőnökünk találta ezt az interneten, és úgy gondolta, hogy ez egy nagyon jó ötlet, és jól néznek ki benne, és igen, és akkor így született ez. Picit arról még, hogy mi ez az ötlet egyáltalán, miért így vagytok öltözve? Hát ugye a hatjuk tavát fogjuk előadni valamilyen formában, tütütánccal. Igazából többet nem nagyon tudok róla mondani, majd meglátják, jó lesz. Utolsó kérdés, mondtad, hogy már máskor is előadtátok, akkor mekkora volt a sikere, hogy fogadták a diáktársa? A szalagolatunkon adtuk még elő, és akkor ugye a szülőknek nagyon tetszett, mindenki nagyon sokat nevetett is. Reméljük, most is elnyeri majd a tetszését mindenki. Egy zeneszámot fogunk előadni, amivel annó még évelején megnyertük az iskolán kampánynapjait, szóval reméljük itt is hasonló eredmények lesznek. Ja! Mi ez a zeneszám? Melyik stílus, melyik országból származik? Hogy jött az ötlet egyáltalán? Én azt mondanám, hogy sufni rap, legalábbis az osztálytársaim, akik egy minimálisan legalább értenek hozzá, én nem, csinálták, és igazából... Nem akarok nagyon spoilerezni, mert majd kiderül. A 21-esek vagyunk egyébként, de látszik is rajtam, azt hiszem már. Ugye pénzdíj is jár majd az első három helyezetnek, de gondolom nem ezért jöttetek el. Mi motiválja ilyenkor legjobban a diákokat, téged? Hát természetesen ugye végzősök vagyunk, és hát hatalmas hagyománya van a bolondballagásnak, és mi sem akartuk kihagyni. Nekem speciál kicsit győzködni kellett az osztályt, hogy figyelj, azért menjünk, elő is adjunk valamit legalább, és végül sikerült is. A határidő előtt fél órával jelentkeztem, de itt vagyunk, az a lényeg. Főleg a Mamma Mia-t vettük alapul, mind zenében, mind a stílusban, és igazából heteken keresztül készültünk, mindig valamit újítottunk, hogy végre egy tökéletes osztályhoz passzoló táncot tudjunk kialakítani. Igazából az osztályközösség nagyon összetartott, és mindenben segítettünk egymásnak, a legjobb élményt tudtuk átélni így, és azzal reménykedünk, hogy egy örök élményt tudunk magunknak tudni a bolond ballagással. Hogy jött az ötlet egyáltalán, hogy ezt fogjátok és ilyen stílus fogtok előadni? Hát igazából így csak kitaláltuk, hogy főleg jön a nyár, mindenki szeret bulizni, jó hangulat, és arra jutottunk, hogy a Mamma Mia vidám, ötletes, színes, és így jött az egész. A végzős diákok mellett osztályfőnökeik is megkülönböztetett figyelemmel készültek a bolond ballagásra. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet, mert ilyenkor egy kicsit lazulhatnak még a érettségi előtt, és végig azt súlykoljuk nekik, hogy igen, készülni kell, tanulni kell, és most így a végső megmérettetés előtt ez egy nagyon jó kis laza program, ahol még utoljára elengedhetik magukat, mielőtt bevetik magukat a vizsga
kellős közepébe. Nem mellékesen ugye itt a produkciókkal pénzdíjazás is lehet nyerni, amiből majd a banketet lehet szponzorálni, meg gondolom nem ez volt az elsődleges, hogy produkcióval készültek önök. Nem ez volt az elsődleges, szerettünk volna csak egy pici ízelítőt adni. Mi például a különböző évek divat stílusának megfelelően öltözködtünk be, mert hogy mindig visszatér, és hogy színes egyéniségek vagyunk, ezt próbáljuk bemutatni. A pedagógusként ilyenkor hogy kell készülni? Mi motiválhatja ilyenkor a legjobban a gyerekeket, hogy valami újat mutassanak most, valami vicceset? Hát nem egy egyszerű feladat, mert ők is a energiájuk utolsó cseppjeit élik föl, de azért én mindig rájuk bíztam, és hál' Istennek sikerül mindig valami kreatív módon ezt megoldaniuk, és ez most is sikerült, mert színesen öltöztek föl, pöttyös ruhák, úgyhogy teljesen a saját magam 80-as évekbeli tinédzser korszakára ismertem rá. Az idei bolond ballagása a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezésében valósult meg. Nagy hagyománynak örvend nálunk Székesfehérváron a bolondballagás, a végzős diákok itt a nagy megmérettetés az érettségi előtt még egy kicsit vidámkodnak. 23 csoportunk jelentkezett, többségük produkciót is hoz, vidám jelmezekbe öltöznek, énekelnek, táncolnak. Több mint 600 diák jön ma ide. Az eső miatt sajnos beszorultunk a Szent István Művelődési Házba, de így most ebben a csodálatos környezetben tarthatjuk meg a programot. El is kezdődött, egy utcazene csoport szórakoztatja a diákokat, amíg 9 órakor elkezdődik a program. Körülbelül 2 órás előadás sorozatra számíthatunk, amikor is a zsűri meghozza a döntését, és első, második, harmadik helyet ítélünk oda, ami pénzjutalmat jelent a város felajánlásából adódóan. 150, 100 és 75 ezer forinttal járulunk hozzá a diákok banket költségéhez. Természetesen szalonképesnek kell lennie a produkcióknak, de egyébként nem kötöttünk ki semmit. 2 perces produkció, névtelenséget megtartva kell előadniuk a műsorukat, hogy a zsűri anonim módon tudjon dönteni. Általában milyen jellegű műsorok ezek? Mit mutatnak be ilyenkor a diákok? Táncolnak, és a jelmezőknek megfelelő produkciókat adják elő. Ez láttam itt már egy egész baleseti osztály, de láttam trópusi karneváról szakadt fiatalokat is. Meglátjuk, hogy idén mit hoznak nekünk. A résztvevő osztályokat Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte a színpadon, aki kiemelte, hogy a bolond ballagása a város egyik csúcseseménye, amikor is a diákoknak lehetőségük van egy kicsit közösen szórakozni. Valóban azt gondolom, hogy a város egyik csúcs eseménye a ballagási hét, amikor egyrészt megköszönjük az osztályfőnököknek a több éves munkát, lehetőséget adunk a fiataloknak a szórakozásra a bolondballagás keretében, hogy aztán a hetet lezárva pedig egy ünnepélyes pillanatok között pedig elbúcsúzhassanak a várostól. És azt gondolom, hogy a elmúlt napokban folyamatosan néztük az időjárás előrejelzést, de szerintem sem szerettük volna ettől az élménytől megfosztani a fiatalokat, hogy nem tudjuk szabadtéren a bolondballagást klasszikus módon megszervezni. Úgyhogy köszönöm szépen a Szent István Művelődési Háznak, hogy befogadtak minket a mai napra, és egy ilyen bulira helyet biztosítottak, és 23 osztály nevezett, és fog majd a színpadra lépni, hogy aztán a zsűri eldöntse, hogy ki a legjobbak. De azt gondolom, hogy nem is ez a legfontosabb, hogy most lesz első, második, harmadik helyezett, hanem hogy 23 osztály, sok-sok fiatal együtt van, közösséget épít, szórakozik, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb a mai napon. A zsűri értékelése alapján az első helyen a Hunyadi Mátyás Technikum 12. A osztályának balett produkciója végzett, második lett a Teleki Blanka Gimnázium 12. B osztályának tánca, míg a Hunyadi 12. C Disney szereplői a harmadik helyen végeztek. A helyezésekkel együtt komoly pénzdíjazás is jár, hiszen az önkormányzat jóvoltából a legjobb produkciókkal fellépő 3 osztály sorrendben 150 ezer, 100 ezer és 75 ezer forinttal gazdagodik, melyet az érettségi banket megszervezésére használhatnak fel.
Mindezeken kívül külön díjat és 75 ezer forintos jutalmat vitt haza a Teleki 12. A-osztálya, akiket saját hip-hop dalt adtak elő, valamint a díjátadón Cserpalkovics András polgármester bejelentette, hogy a külön díjason és a dobogósokon túl az összes fellépő csapat 50 ezer forint jutalomban részesül. Számos sztereotípia kering az energiaitalok kapcsán, fogyasszuk, ne fogyasszuk, illetve hogy gyerekeknek ez adható-e. Számos kételyt igyekszünk most eloszlatni a Magyar Energiaital Szövetségnek a főtitkárával, Csibi Sándorral. Köszöntelek a stúdióban. Beszéljünk először is arról, hogy mi is az energiaital és hogyan is készül ez. Mit értünk energiaital alatt egyáltalán? Köszöntöm a kedves televízió nézőket is. Valóban, ahogy mondtad a felvezetőbe is, az energiaitalokkal kapcsolatban számos mítosz és városi legenda kering. Brit tudósok ugye számos dolgot megállapítottak már az energiaitalokkal kapcsolatban is. Na, ezeket a mítoszokat szeretnénk mi lerombolni, és hiteles tényeket szolgáltatni valóban a valódi energiaitalokról. És talán kezdjük az elején, hogy az energiaitalokat hova is lehet elhelyezni. Ugye vannak a sportitalok, amik alapvetően arra valóak, hogy az fizikai aktivitás során elvesztett ásványi anyagokat pótolják. Vannak az üdítők, amik frissítésre szolgálnak, és van ugye a víz, ami alapvetően a legfontosabb hidratáló folyadékunk. Az energiaitaloknak is van rendeltetése az, hogy energiát és éberséget adjon sok vitamin kíséretébe. Olyan ez, mint egy szuper sportkocsi, aminek az a rendeltetése, hogy gyors legyen, nyerjünk vele, hát az energiaitalnak pedig ez, hogy energiát és éberséget adjon. Mégis ez számos negatív tulajdonságáról hallani, tehát mik ezek, amik ilyenkor felmerülhetnek, káros, vagy tehát mégis hogy kell ezt elképzelni, milyen mitoszok vannak, ami nem igaz. Hát, nekem az egyik ilyen kedvencem például, hogy használt női harisnyát darálnak bele az energiaitalokba, természetesen ez nem igaz. Sokszor merül fel a kérdés, hogy biztonságosak az energiaitalok, vagy sem. Nos, erre igen egyszerű a válasz, mégpedig az, hogy ott van a boltok polcain. Ha nem lenne biztonságos, akkor nem lehetne kereskedelmi forgalomba, és hála a Nébik szakembereinek, az energiaitalokat is rendszeresen ellenőrzik. Tehát, hogyha valaki a brit tudósok és a megmondó emberek helyett saját személynek hisz, és leveszi a boltok polcairól az energiaitalt, és meggyőződik rajta, hogy milyen összetevőket tartalmaz, akkor látni fogja, hogy csak és kizárólag biztonságos összetevők vannak benne. A másik nagyon kérdés az energiaitalokkal kapcsolatban felmerül, ugye, hogy hogyan lehet fogyasztani. Nos, mint minden élelmiszert, az energiaitalt is csak és kizárólag mértékkel szabad fogyasztani. És az, hogy mennyi a mérték, azt a világ legnagyobb kutatása állapította meg, mégpedig az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 66.531 emberen elvégzett kutatása. Ez arra irányult, hogy megállapítsák, hogy egy egészséges felnőtt egy nap összesen mennyi koffeint fogyaszthat el. És a kutatásnak az eredménye az lett, hogy egy egészséges felnőtt egy nap összesen 400 mg koffeint aggálymentesen elfogyaszthat, például ez 5 doboz valódi energiaitalnak felel meg. És még egy kiegészítés, sokszor kérdezik, hogy mennyi ez a koffein tartalom, ami egy energiaitalban van. Nos, ez számszerűsítve 80 mg egy dobozé, ami körülbelül egy presszó kávé koffein tartalmának felel meg. És mikor érdemes ezeket fogyasztani, ugyanúgy, mint a kávét a nap folyamán, bármikor mondják azt, hogy ugye éggyomorra nem lehet, nem ajánlott koffein fogyasztani, erről mi mondható el? Az energiaitalnak, ahogy mondtam, a rendeltetés, hogy energiát és éberséget adjon, hát bármikor a napszakban, amikor egy kis energiára és éberségre van szükségünk, akkor ez barát lehet, és valóban meg is kapjuk tőle azt a frissítő hatást. Amit viszont szeretnék szintén kihangsúlyozni, hogy az energiaitalok, a koffein tartalmuk gyermekeknek nem való. És szeretnénk most is ezt külön kiemelni, hogy valójában viszont a koffein tartalom miatt ugye nem ajánlott az energiaital. De ez a koffein található meg ugyanúgy például a kólába. Tehát gyerekeknek semmit nem ajánlunk, ami koffein tartalmaz. Se kólát, se energiaitalt, se kávét. És talán az is egy kicsit furcsa, és nagyon fontos, hogy beszéljünk róla, hogy nagyon sokszor lehet hallani, hogy gyerekek kezébe ott az energiaital. Valóban így van, van ilyen eset is, és nem örülünk neki. De nagyon sokszor már el sem éri az inger küszöbünket az, amikor a gyermekeink literszámra öntik magukba a kólát. Sokkal több koffeint bevive ezzel, mint mondjuk az energiaitala.
Tehát én azt gondolom, hogy nekünk felnőtteknek, szövetségnek, szülőknek is felelősségünk az, hogy odafigyeljünk a gyermekeinkre, mert a gyermekeinek az energiát, az éberséget nem az energiaital a kóla kell, hogy biztosítsa, hanem a pihentető alvás. Akkor mégis, ugye gyermekekről beszélünk, de hány éves korosztályt jelent ez, amikor még nem ajánlott, esetleg már aktuális lehet, hogy fogyasszák? Én nem tudom ezt korhoz kötni. Mm. Nyilván minden szervezetre másként hat a koffein. Én úgy gondolom, hogy a szülőnek a döntése az, hogy eldöntse, hogy az ő gyermeke mikor érett abba a korba. Nyilván ez függ az érettségtől, függ a test felépítésétől és különböző adottságoktól, hogy ő mikor látja el az pillanatot az, hogy az ő gyermeke megihat mondjuk egy energiaitalt, vagy megihat mondjuk egy kávét. Ez változó, de én azt gondolom, hogy 14 év alatt semmiképpen nem ajánlott a koffeinfogyasztás semmilyen formába. És ugye mondtad, hogy gyermekeinknek nem ajánlott a koffeinnek a fogyasztása, emellett még kik azok, akik nem fogyasszák? Számos ugye példa lehet elmondani. Itt kiemeltem a terhes nőket, és nyilván azokat a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket, akiknek a koffeinfogyasztás nem ajánlott. Tehát még egyszer mondom, az energiaitalba a koffein tartalom az, ami az éberséget biztosítja, és ez a koffein jelenthet bizonyos emberekre nézve valamilyen veszélyforrást. És egyébként milyen veszélyforrása van? Tehát mik ezek a veszélyforrások? Miért különösen veszélyes a gyerekekre? Tehát hogy mégis milyen veszély lehetnek terhes nőkre nézve? Ugye a koffeinnek számos hatását bizonyította már a tudomány. Ezeket lehet csoportosítani a pozitívokat. Itt például javítja a gondolkodást, az éberséget, a fáradtságérzetünket tompítja. Tehát inkább azt gondolom, hogy sokkal több az a pozitívum, amit a koffein biztosít a számunkra, mint a negatív. Nyilván a szív emeli a pulzus számot, emelheti a vérnyomást nagy mennyiségbe fogyasztva, illetőleg hát azokra nézve, akik a koffeinre érzékenyek, azoknak nem ajánlott, és azoknak jelent ez tulajdonképpen veszélyt. De még egyszer mondom, a világ legnagyobb kutatása alapján 400 mg az, amit egy egészséges felnőtt aggálymentesen elfogyaszthat a koffeinből, tehát 5 doboz energiaitalt például megihat. És mi történik akkor, hogyha ezt a mennyiséget túllépjük? Akkor mi történhet a szervezettel? Hát én úgy gondolom, hogy a szervezete nyilván másként reagál. Tehát ahogy egy kávénál is, az energiaitalnál is vannak olyanok, akik egy energiaitalt megisznak, és azt érzik, hogy pörögnek tőle, illetőleg megiszik 10-et, vagy megiszik 10 kávét, és attól is azonnal alszik. Tehát mindenki másként reagál a kávéra. Én úgy gondolom, ezt mindenki ki tudja tapasztalni, hogy a kávénál, energiaitalnál, tehát a koffeinfogyasztásnál az ő szervezete hogyan reagál. Szívverés, apró remegés, tehát ezek a jellemző tulajdonságok, amit a koffein kiválthat, tehát ezt mindenki saját magán el tudja dönteni, hogy mi az a mérték, ami még neki belefér, illetőleg ami nem. Illetve itt a felvezetőben ugye mondtam, hogy egyre nagyobb a választék a boltok polcain, hogyan ismerhetjük fel a valódi energiaitalt? Igen, sajnos a boltok polcain megjelen már olyan energiaital is, ami a nevében energiaital már csak. Ezekben vagy nincs koffein, vagy csökkentett koffein tartalma, vagy cukor nélkül. Tehát elég furcsa az, hogy egy energiamentes energiaital, már pedig ilyen is van, amiben nincsen cukor, vagy pedig az a koffein, könnyű belátni, hogy amelynek a koffein mennyisége egy üdítőjével egyenlő, azt az italt nem lehet energiaitalnak nevezni, az lehet üdítő, lehet bármi más, de nem energiaital. Tehát én javaslom mindenképpen a fogyasztóknak, hogy saját szemükkel győződjenek meg az italok összetételéről, és amiben azt látja, hogy 32 mg per 100 ml koffein tartalom, az a valódi energiaital. És azért most már közeledik a jó idő, közeledik a nyár, ilyenkor szokták mondani, hogy nem ajánlott kerüljük a túlzott koffeinfogyasztást is, hogy energiaital kapcsán is érdemes ezt a mennyiséget csökkenteni, mert ugye mondtad, hogy 4 üveg, tehát hogy ez tehát ahogy mondtam, az energiaitalnak ugye a rendeltetés, hogy energiát és éberséget adjon. Semmi más nem pótolja a vizet, és jönnek a jó idők, jönnek a melegek. Igen, mindenkinek nagyon fontos, hogy naponta legalább 2-3 liter vizet igyon meg, és a megfelelő hidratáltságról gondoskodjon. Tehát az energiaitalnak nem ez a rendeltetése. Az energiaitalnál, ahogy mondtam, az energia és az éberség a fő feladat, és mindenki kitapasztalhatja, hogy ő neki a szervezeté mennyit tolerál, de ez a mérce az, amit a hatóság megállapított, és azt gondolom, hogy ez, ami aggálymentesen fogyasztható. És hogyha valaki ezt esetleg mondjuk iszza az energiaital, de mellé még megiszik pár csészek kávét, akkor ott megint ez a mennyiség, amit el lehet fogyasztani, vagy egyáltalán nem ajánlott
Igen, köszönöm ezt a kérdést. Tehát amikor mondtam a 400 mg-ot, itt a koffein mennyiségek összeadódnak. Tehát ha valaki megiszik mondjuk 2 csésze presszó kávét, akkor ahhoz még 3 energiaital fér hozzá, vagy fordítva. Tehát a koffein bevitelt az bármi más formából, ha beviszik, akkor az összeadódik, és az egészet kell, nézni összességében. És így jön ki ez a napi 400 mg, amit említettem. És ugye szoktuk hallani azt is, hogy alkohollal keverve igazán veszélyes lehet. Na, erről mi a tapasztalat? Igen, én is szoktam hallani, hogy ez gyakran olyan, hogy a fék és a gáz, hogy egyszerre nyújjuk a féket és a gáz, hogyha energiaitalt és alkoholt iszunk. Szintén az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság kutatására tudok visszautalni, akik megállapították, hogy az alkohol és az energiaital, illetőleg annak szokásos összetevői semmilyen káros hatásban nincsenek egymással. Tehát nyilván ez, hogy az adott szervezet valóban hogyan reagál egy energiaitalra és egy alkoholra, vagy energiaitalra és kólára, vagy energiaitalra és húslevesre, ezt mindenki saját maga tudja majd eldönteni. Akkor még egy kicsit arról, hogy az Energiaital Szövetségnek a feladatáról beszélgessünk egy picit. Mi a legfőbb cél? Az Energiaital Szövetség, amikor megalakult, alapvetően 2 célt tűztünk ki magunk elé. Az egyik valóban, hogy ezeket a városi legendákat, mítoszokat leromboljuk, és minél több hiteles tájékoztatással segítsük, tényekkel segítsük a lakosságot a felelősségteljes energiaitalfogyasztás előmozdítása érdekébe. A másik pedig természetesen a klasszikus szövetségi feladatok. Szeretnénk a tagjaink érdekeit képviselni, és nyilván döntéserőkészítő tevékenységet folytatni, és mindazokat, amit egy szövetség folytat. És ha valaki esetleg egyéb információt szeretne, vagy nagyon tudatos szeretne lenni az energiaitalfogyasztás kapcsán, akkor megkeresheti titeket? Nagyon örülünk minden személyes megkeresésnek. Elérhetésünket megtalálják honlapunkon, a Magyar Energiaital Szövetség honlapján. Nagyon sok információt próbálunk feltölteni, érdekességeket, aktualitásokat, és akit érdekel ez a téma, ajánlom, hogy nézze el a honlapunkat. Egy-két érdekességet akkor kiemelve. Mi az, amikkel találkozhatnak itt az érdeklődők, az olvasók energiaital kapcsán ilyen érdekességek? Hát a legfontosabbak, próbálunk mindig naprakész információkat adni az aktuális energiaitalokról, összetételekről. Mennyi fogyasztható benne, milyen összetevők vannak benne, azoknak az összetevőknek milyen élettani hatása van, mikor van például az energiaital napja, mert büszkék vagyunk rá, hogy ezt is elindítottuk tavaly világkörüli útjára. Az energiaitalnak a történetéről olvashatnak, és számos érdekesség még valóban, ami az energiaitallal kapcsolatos, mítoszrombolás összekötve. Érdemes akkor ellátogatni a honlapotokra. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Retroautók felvonulása, főzőverseny és számos ingyenség várta az érdeklődőket a második gasztromajálison. A szervezők célja, hogy hagyományt teremtsenek, és országos fesztiválján nője ki magát a rendezvény. Már délelőtt rotyogtak a bográcsok az Iparcik piacon, az immár második alkalommal megrendezett gasztromajálison idén is várták a nevezéseket a főzőversenyre, amelyre ezúttal 9 csapat jelentkezett. Több bográcsban is marhapofa készült, az egyik séf pedig elárulta, mi a titka annak, hogy igazán ízletes legyen. Mindenki próbálja belevinni a saját stílusát a főzésébe. Hát meglátjuk, hogy fog kialakulni majd. Próbáltunk minél különlegesebb fűszereket összerakni, illetve szószokat, alapleveket. A tavalyi főzőverseny győztese idén is próbára tette tudását, bízva abban, hogy ismét az ő csapata lesz a legjobb. Nekünk jó volt, mert megnyertem. Úgyhogy mi szerettük nagyon az elsőt. Jó volt már ott is, jó a társaság, meg a hangulat is az egész. Emellett pedig sáfrány, pálinka és bor kóstolása is volt lehetőség a standoknál, és természetesen ételekből sem volt hiány. Fűszeres és csilis sültek végtelen tárházából válogathattak az érdeklődők. Trabantok, Warburgok és egyéb szocialista autók is felvonultak a majálison, valamint számos érdekes programmal készültek még a szervezők. A cél az, hogy hagyományt teremtsenek a rendezvényükkel. Hát ez egy relatíve friss rendezvény, ugyanis ez a második még csak. Nem titkolt célom az, hogy ez egy regionálisan, akár országosan nagy nevű fesztivállá nője ki magát. Azért sikerült szerintem nem is egy, hanem 2 szintet léptünk a tavalyhoz képest. Ugye tavaly azért 6-an voltunk kiállítók, most 19 kiállítói standdal vagyunk itt.
Ahhoz képest, hogy első érdeklődés volt, ugye az még most a butik előtt volt az üzletünknél, itt most a polgármester úrnak köszönhetően a régi iparcikk piac területét kaptuk meg, tehát egy nagyjából háromszor nagyobb területet kaptunk meg. Tavaly nagyjából 2000-en látogattak ki a rendezvényre, plusz gyerkőcök és plusz egy-két meghívott vendég. Remélem ezt a számot idén is sikerül megugrani. A gasztromajálist eredmény hirdetés zárta, de az értékeléstől függetlenül minden résztvevő elmondhatta, a kezdeményezés mindenképpen érdemes a folytatása és a szervező elképzelése szerinti kibővítésére. Ez volt mára az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.